Elég legyen ebből, hogy egyből eltalálnak engem, amint kijövök a fedezékemben. Na. És most hova tovább? Csak nem be oda. Egész nem töltök újra, azt viszont meg kell hagyni. Itt a Zero G-ben. Kilő? Te egy halott ember vagy szerintem. Leci, a kurva anyátokat meg! Nem is láttam sehol senkit, nem is láttam abban az ajtóban egy ember sem. Elég legyen ebből a nonsenszből. Haj meg! Csak legyen véged. Na. Ezek a fránya űrfegyverek. Nem a legjobbak, mint nem mondjuk. Bár... jó, hogy ilyen burst fire-osok, mert az automata fegyverek ebben a játékban nem a legjobbak. Vannak ilyen szuper aki a gránát az vajon, hogy hogy működik ebben a... itt a világűrben, gondolom. Nem kell feljebb célhoznom. Pup, egyenesen repül a gránát. Jep, pontosan az történik. Megint meg fogok halni. Jep, meghaltam. Elnézést! Mit is mondhatnék? Itt az űrben senki se hallja a sikolyomon. És már megint mindjárt végem van. Ki a nyílt világűrbe, haver? Most komolyan. A legrosszabb, hogy nehéz itt célozni, alig látom az ellenségeket is. Az űrös részek azok nem jók egyáltalán. Plusz a zene is szívás, most komolyan... az előző kodoknak olyan jó zenéje volt, fogjuk rá, hogy olyan jó zenéje volt. Ennek meg semmilyen, ennek... legkisés... ajaj, a klisé nem jó szó, ez csak simán rossz zenem. Nem illik a kodhoz, inkább úgy átfogalmaznám a dolgokat. Tehát kapjátok be, mint... van még itt valaki? Bemerészkedjek? De csak ezután. De már most megint mindjárt megfingatnak engem, szóval... most már biztos, hogy halott vagy. Nem látok én ott senkit, te már nem halott voltál egy jó ideje? Basszalak meg. Nem is szoktam ilyeneket mondani. Ez a játék csúnya dolgokat hoz ki belőlem. Na végre! Ideje volt már. Míg az űrsprint közben se lehet újra tölteni. Wow. Ez egy pöppet se tűnt fájdalmasnak. Á, Franco. Nem is tudok nézelődni, akkor ennek mi értelme van? Oké, mindenki rendben van? Rendben, megyek haver, nem kell félni. Én megyek. Úton is vagyok. Te ott! Ideje meghalni. Aztán meghaltál. Neked is ideje lenne, mert... ez csodás. De már megint megöl engem valaki, akit nem is lehet, akár sem tudtam, hogy létezik. Miért teszed ezt velem játék? Nincsen második fegyverem? Amúgy nem, kurvára nincsen második fegyverem. Miért is lenne második fegyverem? Én nyomom, haver. Én nyomom. Hé, te ott. Halál. Jaj, ne, az az ember. Ennyi jön, ennyi jelenség jön. Ilyen sok embert kiképeztek ilyen űr dolgokra, ez lehetetlen. Ennyi ember nem volt még összesen eddig a világűrben, ahány embert most itt kibaszhatul lemészároltam. Plusz, hogyha valaki feljutott a világűrbe, akkor minden bizonnyal jó képességei vannak, szóval most jó, hogy elpozaroljuk ezeket a képességeket. Azzal, hogy lemészároljuk őket, nem igaz? Mit is mondhatnék, háború van, nem igaz? Na. Fasza. És hova kell menni egyébként? Oda fel, tehát elérem. Ah, ott világít valami. Rendben, intézzük el. Nagyon helyes. Hogy nem működnének? El az a vákum megölt mindenkit? Kötve hiszem. Egy csomó embernek van űrruhája, szóval nem lényegében senkit se vett meg. Jep, lényegében mindenki él ide fent. Fasza. És
hol van az a irányító konzol? Csak nem te vagy az irányító konzol. Na, helyes. Repülj csak kis rakétám. Loki, te rossz fiú. Most én fogom irányítani a rakétákat? Fogam, atyám. Vagyis valami mást irányítok teljesen mást. Ez most valami teljesen más szerintem. Oké. Oda a tűz. Már repülnek. Wow! Az már biztos. Tisztelt tessék elpusztulni, csak három lövetem van, vagy végtelen mennyiségben lövetek. Ez egy jó kérdés. Oké. Akkor oda nem lövünk. Ott viszont van egy csomó ellenség, akkor oda be a közepére. Durva ez a cumó. Albaszkedek, ott életbe fognak maradni. Oda is menj. Oda is tessék. Fasza. Elpusztult minden? Ó, basszak, itt van még. Oda is. Ez egy csomó friendlyt is meg fogod tölni, hát ez szomorú, sajnálom. Áldozat nélkül nincs győzelem. Ó, jaj, mi jön? Miért is csinálnak mi ez? Faszért lennék arra a vonatra? Mi történik a vonaton? Gondolom mindjárt megtudjuk, hogy mi történik a vonaton. Mindjárt megtudjuk, hogy mi fog történni a vonaton. A szellemgyilkos. Na. Igazi kemény sehol van dolgunk. Ó. Oh. Ebben az esetben intézzük el? Gondolom, mire végigérünk a vonaton. Addigra le fog menni a nap is. 15 perc korábban. Az Call of Duty időben körülbelül 5-10 perc, szóval... annyira nem fog sokáig tartani szerintem. Akkor, de nem kéne leesni. Az ellenség az leeshetne. Miért nem olyan hülyék, hogy leugranak? Én majdnem leugrottam. Na mindegy, néha a mesterséges intelligencia mégiscsak okosabb, mint én. Ne tessék elfutni előlem. Csúnya rossz katonám. Hát csak ugrás! Ha, leesett. Oké, ez a vonat elég ilyen instabilnak. Ez egyáltalán vonatnak nevezhető, vagy mi a fos ez? Meg fogok halni, nekem itt most lettek emberek. Jó volt veletek szolgálni. Nem, jól vagyok, király. Na, regenerálhatnék még egy picit, köszönöm. Neked a térdeidet szétlövöm, mert te fasz vagy. Le is estél. Na. Hidacska, tessék oda átborulni. Önnek tessék meghalnia.
neked is... Itt van csodapisztoly, nem? Fogalmam sincs, hogy mi a fasz ez, de... most használni fogjuk. Ó, leestem a halálomban! Csodás! Judit... Oké, pont akkor haltam, amikor a játék mentett. Oké, pont attól féltem, hogy... ez most komoly? Attól féltem, hogy a levegőben kapok checkpointot, de szerencsére ez a játék nem olyan buta. És most hogyan tovább? Valahova le? Inkább megvárom, hogy itt mi az. Oké, okay, szóval jump for it. Mit is mondhatnék, haver, ez nekem annyira nem megy. Oké, ment. Inkább... Uram, atyám. És szép, hogy jól vagyok. Én vagyok Logan? Jaj, ne csak a helikoptereket, mert... Azt csinálom! Just saying. Ez a helikopter össze-vissza ugrándolik. Itt most kicsit fedezékbe bújnak. Ezt is újra kell tölteni a picsába, mert feküdj földre. Oké. Okay. Kis helikopter. Én csak a gunnereket akarom, aztán hazamehetek. Király. Szent szar! Idióta helikopter. Ja, ez a kocsi totál le fog esni. Hogy van merszük ezeknek felmászni itt az oldalán? Nem egészséges, gondolom. Legalábbis én nem mernék, ilyen funkció vagyunk. Válts át a másik fegyveredre. Mind a kettő szart újra kell töltenem, szóval legalább mindegy. Leesett. Nem tudom, hogy melyik fegyver lenne a jobb, igazából tök mindegy. Ezen az ékok kicsit zavaró, mert túlságosan is belezumba a dolgokba, de... túlélem, attól tartok. Azt hiszem túl fogom élni. Csak hagyjunk egyre előrébb. Nekem nincsen szükségem a testvéremre, én nekem... olyan, nekem nélküle is menni fog. Ezt is újra kell tölteni, szóval ez most szopom. Oké, te hash vagy, hogy... ja, te hash. Hash innen! Jump for it! Oké. Okay. Ugrattam, értem. Ja, mi biztos ezt akarjuk? Okay. Lehetnek ez a mániájuk, hogy a bridge-nek akkor le akarnak szólni. Van egy baszhatna gépfegyvered valahol, haver, mi a faszért? Uram, atyám! Lőtt szét a rakétát! Mi a fene történik, hogy... halál az összesen. Ó, oh, bassza meg. Ó. Oh. Mondta checkmate, haver, mondta checkmate. Checkmate. Checkmate confirmed. What was that? What'd you do? Lost work. Attól tartok, ja. Van egy olyan érzésem, hogy mi ezt még túl fogjuk élni valahogy. A víz alatt vagyunk. Úgy fest. Ójaj. Enyém lesz ez a fegyver, faszfej. Az a fegyver az enyém. Ójaj, az övé. A fegyver az övé. Oké, már fognám is ezt a kibaszott fegyvert. Ó, bassz meg. Totál üres. Nyomogatom az F-et. Elkaptam legalább egy töltényt. Na, át fog rajtad menni a löveg. Ugye ezt totál átment rajta, és a barát testvéremet is megöltem. Szinte biztos vagyok bennem. Szinte biztos vagyok bennem, hogy meghalt. Ja. Neki totál lőttök. Mindegy, úszunk. Hát, ha még ki tudunk érni.
hogy is hívják, fő boss Butthurt emberke szerintem, mert ott elhaladt. Nem tudom, meg fog fulladni. Nyugi haver, kiérünk. Már látom a fényt. Ott vannak a halak is. Gondolj a halakra, haver. Azok a halak intelligensek. Csináld meg a halakért. Ki fogunk érni. És... levegő. Na. Gyere, haver. Túl fogjuk élni mind a ketten, remélhetőleg. És ha hirtelen nekem is van árnyékom? Miféle fekete mágia ez? Bizony. Jól teszik. És közben meg élvezhetjük a tűzi játékot is. Ó. Köszönöm szépen, tesó. Köszönöm szépen. Én is büszke vagyok, hogy a játék végére sikerült lábakat, mert aztán nem plusz árnyékot. Ez az egész nem sikerülhetett volna, hogyha a játék végén nem nőttek volna a lábaim. Call of Duty Ghosts! Ez most már eléggé azt jelenti, hogy vége van, szóval... most jön ez a rész, hogy én azt mondom, hogy hál' Istennek vége van ennek a szarnak. Nem akarok nagyon megsérteni senkit, nem is nagyon akarok egy ilyen... nagy Call of Duty haternek tűnni, de... ez a single player az eddigi legborzalmasabb single player volt szerintem. De most komolyan... de úgy néz ki, hogy itt még valami történni fog. Nem jön értünk senki. Még a végén ránk ülnek. Itt már nincsen semmi, a faszért lőttek még oda. Na? Anyád! Szent szar, a csávó kiijesztette belőlem a szart is. Ez most komoly, hogy élted túl azt előért? Kifröccsent az egész kibaszott véred. Nem viszel engem sehol a farszopon. Elrabolnak, haver! Szerintem ez egy kibaszott pedofil! Ments meg, haver! Hers, ments meg! Ez a csávó egy pedofil! Kikkel most egy ilyen fura cliffhangerrel akarják bezárni a játékot, vagy most mi a franc van? Oké. Okay. Most mi a fasz van? És már még ezt az ent is berakják a végén. Remélhetőleg emiatt még kis copyrightolják belőlem a szart is be, így a machinima mellett nem hiszem, hogy fogják. Na mindegy, elmondom még egyszer, ez a Call of Duty az eddig legborzalmasabb Call of Duty volt single player téren. Multiplayer téren nem is vagyok rá kíváncsi. Nem hiszem, hogy jönni fognak multiplayer gameplayek, mert ahhoz meg kéne vennem a játékot, ami nekem nem áll módomban, szóval... ennyi volt a Call of Duty Ghost. A kutya túléltem, megtudtam a dolgot, amiért eddig játszottam ezt a játékot, a kutya túléltem. A végén meg a pedofil bácsi elrabolt minket, szóval valami nagyon-nagyon durva cliffhangerrel próbálták ezt a játékot befejezni, de ez egy olyan cliffhanger, ami igaz, hogy egy pöppet idegesé tesz engem, de annyira nem izgat, szóval szinte teljes mértékben leszarom, hogy mi fog történni. Na mindegy, rövid vélemény, ez a Call of Duty az egyik legrosszabb volt. Megint csak elmondom. De most komolyan a Black Ops 2-hoz képest ez egy akkora egy hatalmas nagy visszalépés volt szerintem. Szerintem az Infinity Ward-nak nem nagyon kéne Call of Duty-kat készítenie. A mindes kacok, szerintem mennyi lett volna ez a végigjátszás, hál' Istennek, szóval... viszlát a következő végigjátszásnál, ami remélhetőleg jobb lesz, és...
Addig is, sziasztok! Ne féljetek, még nincs vége. Fogságban vagyunk, Franco. És még valami, vagy most megyünk vissza a menübe, vagy... Jep, megyünk vissza a menübe. Ezért megérte végülnöm ezt az autót. Mindegy, egy valamit úgy is elfejtettem volna, és szeretném hozzáteszem, hogy amúgy a sztori tök nevetséges volt, hogy a csávó azért van bepöccenve, hogy megmenekülhessen a barátja és a többi csapattársán. Ne együnk már nevetségesek. De most komolyan. Na mindegy, most már tényleg sziasztos, kacok.